A szeretetben és a munkában hisz az ünnepelt Székely Imre, aki november 2-án töltötte be a 95. életévét. Ebből az alkalomból Szepesi Tibor polgármester az önkormányzat, dr. Zsembeliné Kovács Mária a polgármesteri hivatal, Pánti Ildikó képviselő körzet lakói nevében köszöntötte otthonában. Kedves Imre bácsi, tessék megengedni, hogy Magyarország kormánya, miniszterelnök úr nevében, Karcagváros önkormányzata, a képviselőtestület nevében, és azt gondolom, hogy Karcag valamennyi lakója nevében nagyon boldog 95. születésnapot kívánunk. Erőben, egészségben, még nagyon sokáig tessék köztünk lenni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Önnek. Nagyon boldog születésnapot kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon. Isten éltesse. A vírushelyzet miatt most a nagy családi ünnepség, ahol 3 gyermeke mellett 6 unokája, 14 dédunokája és 3 ükunokája is ott lett volna, elmaradt. Amit nagyon fájlal Imre bácsi, akinek kedvence a tyúkúsleves és a karcagi birkapörkölt. Utóbbit évtizedeken át főzte, s közben tudományát átadta unokáinak és dédunokáinak. Egyszerű munkáscsalád származottja vagyok. Édesapám 13-tól 40-ig a Tisza vidéki Hengermaromba ott volt, mint zsákos. Édesanyám pedig a fiúiskolában volt gondozó. Ott születtem 1925. november 2-án. Testvérek 4-en vagyunk, voltunk. Hát Mária született 19-ben, én 25-ben, Gyuszi 28-ban, Jancsi, aki még aktivizálja az életet, 30-ba. Úgyhogy hálá Istennek, ennyien voltunk, meg is maradtunk. Úgyhogy Mária elhalt 93 éves koromban, korában édesanyám 97-et betöltötte, mikor elbúcsúzott a világtól. 3 családom van, itt van Imre fiam, Ibolya lányom, ő is most lett özvegy, és Gyöngyike. 3 családom van, van 6 dédunokám, van unokám, 14 dédunokám, 3 ük. Úgyhogy most már jelen kezdetben a 4. vagyitom volt, hogy hát papa egy számmal megnövekedik az ük unokák, mert én borzasztó szeretem a piciket, mert van dédunokám, most már másfél éves, meg van egy 4 hónapos. Ezek azok. Az bizony, mikor rájuk nézek, meg könnyen lábbal a szemem, hogy mi, ennek már nem látom ezeknek a jövőit, hogy fognak felnőni. 5 éve még a karcagi birkafőző fesztiválon maga is fakanalat ragadott, azóta már csak az unokák főzését felügyelte, és adta meg az utolsó ízt a pörköltjeinek. Engem mindig a papa gyerek ostornben kell, máma már ez divat, hogy abban tisztelnek majd, hogy magát tegeznek. Nem, én megtanítottam őket, hogy szoktam felkészíteni, elmondtam, hogy mit teszünk hozzá, és hogy készítjük fel. Hát tudtam, hogy ennyi, meghatároztam ugye. Egy 50-60 kilós birkához kell 25-ek a só, 20, az ízes és fint paprikát, azt mindig beszerettem, az olyan volt, mint a vér, mint a mindig. Székely Imre bácsi imádott felesége halála óta bejár az idősek klubjába, ahol a társaság középpontja, hiszen szívesen énekel magyar nótákat és versel is társainak. Akinek még sose fájt a lelke, valamiért, valakiért, sosem volt még boldogtalan perce, kinek ajkán bú vagy a panasz, a szemében könnyű csepp sosem égett. Én mióta özvegy vagyok, a másik esztendőben Gyöngyike rábeszélt, hogy menjek be a napközbe.
De nem kellett jehova menni, el volt intézve a polgármester urán, hogy bemenjek. Úgyhogy bementem. Én ott vagyok 23. éve. 22, mert már ma 23 éve, hogy meghalt anyuka. Ma már Gyöngyi lányáéknál él. Ő gondoskodik róla, de a fia és másik lánya, valamint unoká is felkeresik itt, és ő szívesen mesél nekik. És mi a hosszú élet titka? Imre bácsi szerint egyszerűen csak a szeretet és a munka.